Bemutatták a János Vité című színdarabot szerda délután a Hevesi Sándor művelődési központban. A Dériné program részeként Nagykanizsára érkező előadás rendhagyó formában egy óra alatt mutatja be a nézőknek Petőfi klasszikusát. Ugyan a fiatalok a darab igazi célközönsége, a történet bármely generációnak nagy élményt nyújthat. Vigyánszki Attila rendezésében készült a darab nagy színpadi verziója a Nemzeti Színházban, és az akkori egyetemi osztályával ebből elkészített egy rövidített verziót, annak érdekében, hogy az előadást a kisebb befogadó képességgel rendelkező intézményekbe is el tudják juttatni. Horváth Márk, a darab főszereplője elmondta, nagyon sokat jelent neki ez a misszió, és maga János Vitéz karaktere is. Ahogy sokan mások, ő is kisiskolásként ismerkedett meg a művel. Én azt gondolom, hogy nagyon menő János Vitéznek lenni. Remélem, hogy a gyerekek is ezt gondolják a nézőtéren, amikor néznek engem, vagy olvassák a, a, művet. Hát a közös tulajdonság Jancsiba is bennem talán, talán van mindkettőnkben egyfajta lazaság, de ugyanakkor egyfajta keménység is, hogy bele tudunk állni a dolgokba és euh, én is azért eléggé szeretem a, a szerelmet, hogyha úgy adódik az élet. Vas Judit Gigi alakítja a női főszereplőt, Iluskát, aki az eredeti műtől eltérően végig jelen van a történetben, egyfajta külső szemlélőként követi végig Jancsi kalandjait. A megkérdezett színészek szerint a darab igazi különlegessége, hogy aktívan bevonja a nézőket az előadásba. A ja, beavat. Beavatási színház formanyelvén keresztül, tehát egészen kapcsolatot teremtve a nézőkkel, kommunikálva őket játékra hívva. A színházi paletta mindenféle műfajából jelennek meg, mint például a Báb színházból is elemek, ezért ez egy, ez egy Játékos és könnyen érthető műfaj előadása a gyerekek számára is. A két főszereplő abban egyetértett, mi a darab fő mondani valója. Az igaz szerelem minden túlél, és a világ összes gondjára gyógyírt jelenthet. Egy